kao i plakete i zahvalnice predsjednika opštine. Saša Srdić, a KKT elnöke köszöntötte a vendégeket a városnapi díszülésen, majd átadták a város elismeréseit. Zsemberi János vállalkozót, a TSC labdarúgó klub elnökét az üzleti és sportélet területén elért eredményekért tüntették ki. Cégeiben 1000 dolgozót foglalkoztat. A TSC felnőtt csapata jelenleg a Szerb Szuperliga élén áll, valamint felépült a város szempontjából is fontos TSC labdarúgó akadémia. Most ebben pillanatban természetesen a Pro Urbe díjra vagyok a legbüszkébb, mert ez egy új és nagyon megtisztelő. Mit jelent a számomra? Hát további kötelezettségvállalást és további sok energiát ahhoz, hogy amit eddig csináltam, azt a jövőben is folytassam. A Bácskos-Útfalvi Szloboda labdarúgó klub idén 100 éves, a község egyik legrégebbi csapata. Jelenleg a felnőtt csapat célja a szabadkai körzeti ligába való feljutás. Nemrégiben új öltözőt kaptak, az utánpótlás nevelésre is nagy hangsúlyt fektetnek, mondta Szűcs Szilárd, a klub elnöke, miután átvette a Pro Urbe díjat. Jelen pillanatban 30-tól 40 gyerek jár, látogassa az edzéseket, megnőtt a gyerekének a száma. 20-25 gyerekkel indultunk, és így, hogy megkaptuk ezt az öltözőt, lehet, hogy ennek köszönhetően is minden edzésen egy-két új játékosunk van, ennek nagyon örülünk. Nikola Zsigic, krivajai származású egykori válogatott labdarúgó egy évvel foglaltságai miatt nem tudta átvenni a Pro Urbe díjat. Topolya község plakettjét Fagyas József népzenésznek ítélték oda. Polgármesteri köszönőlevelet kapott Slingár Irén közösségi és szervezői munkájáért, valamint Vörös Csaba informatika tanár és Nada Mehákovic a községi közigazgatás munkatársa. A község eredményeiről, fejlesztéseiről szóló kisfilmet is megtekintették az ünnepségen, kiemelve a fedett medence, a szennyvíztisztító és a hotel projektumokat. Azt gondolom, hogy azok a programok, amik leírunk, nem hiába történnek meg azok, hogy az támogatásra leállnak, és ez öröm számomra. Ugyanakkor el lehet mondani azt, hogy az önkormányzat összes rendszere az, hogy a polgárok kell, hogy megmondják azt, hogy mi az, ami fontos. A díszülésen jelen voltak a vajdasági politikai közélet, valamint a testvérvárosok képviselői is. A rendezvényt a gimnázium tanulóiból álló zenekar előadása tette színesebbé.